Látszik azt, hogy egy, egy ilyen sok ezer milliárdos cég sem tudja ezt a problémát kezelni, akkor mi van egy olyan platformmal, ahol tudomásom szerint egy maréknyi ember dolgozik csak, és a, a fél világ a szemetét odahordja kb pont a, a blackbury nek a saját rendszere, a BlackBerry Messenger volt még az, ami pont a személyhívókból fejlődött ki ez a rendszer, hogy ezt kevesen tudják vissza mert ez talán még a előző évezredben történt, ahol ugye először megjelentek ezek a, ezek a bűnözői csoportok, és nagyon sok kormány küzdött a, a blackbury vel hogy adjanak hozzáférést a belső rendszerekhez, mert hogy a drogelosztástól kezdve, a nem tudom, volt olyan ország, azt hiszem, a Saudi Arabia, ahol, ki is, ahol le is lőtték az egész BlackBerry Messenger hálózatot, tehát hogy, hogy, már volt. Ez, 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 ez egy, ez egy évtizedek óta létező jelenség. Szerbusztok, ez itt a HVSV podcast sorozatának 45. weekly adása. Engem Kói Tamásnak hívnak, és ezúttal is itt van velem Szia, Számi a stúdióban. Sziasztok! És hát ezen a héten az internet sötét fogunk leereszkedni, vagy sötét oldalát fogjuk egy kicsit megnézni, vagy megvilágítani, stílszerűen nem is nyilván a sötét, hanem inkább az anonim oldalát, és sokan összemossák azért a kettőt, vagy szeretik összemosni a kettőt. Ezúttal egy régi szakértő, vagy már egy olyan szakértő van ismét velünk, aki volt már itt korábbi adásban, Makai Józsi, a Makai Kiberbiztonsági Kft. vezetője. Szia Józsi, köszönjük, hogy eljöttél. Sziasztok! És hát azt hiszem, most nincs szükség ö, újra bemutatkozásra, hanem mindjárt belevághatunk egyből a, a, a mai témákba, amit igazából egy rendkívül furcsa, vagy elsőre furcsának ható esemény ikletett. Ugye augusztus második felében, ha jól emlékszem, augusztus 20-án, valahányan 25-26-án a tájéken a francia hatóságok letartóztatták Pável Durovot, aki a Telegramnak a vezérigazgatója, a Telegram közösségi platform, vagy azonnal küldő alkalmazás, ki hogy hívja, ki hogy nevezi, vezérigazgatója. Ilyen Telegramon annyit kell tudni, vagy annyit érdemes tudni, hogy sokáig egy feltörekvő ilyen tényleg egy azonnal küldéses rendszerrel, vagy abból kiinduló végül egy ilyen eh, privát csatszobákat használó, eh, vagy kínáló eh, platformá nőtte ki magát, és ma már azért eléggé komoly felhasználói bázissal rendelkezik, azt hiszem, nagyjából ilyen milliárd körül járnak, vagy jól emlékszem, számít, hogy valami ilyesmi volt, és hát eh, a háttér is egy kicsit olyan kusza, mert hogy a cég az ugye dubai ha jól tudom, és a, a Durov, aki, aki ugye alapította a Telegramot, ő pedig orosz származású, és így elég komoly kritikusa a, egyébként a, a, az orosz rendszernek, és egyébként meg francia dubái kettős állampolgár. És ugye a, a francia hatóságok akkor tartóztatták őt le, amikor leszállt a Sádogó repülőtérre a magángépével. És a hivatalos vád az az, hogy, hogy egyrészt hogy nem működött együtt a, a hatóságokkal, a különböző moderációs felkérések kapcsán, illetve, hogy gyakorlatilag egyáltalán nem, mivel egyáltalán nem moderálta, vagy nem volt moderálta a Telegram platform korábban, ezért ugye olyan bűnözői csoportok is használhatták kommunikációs csatornáként, amelyek így, amelyeket így nem tudtak felderíteni az illetékes hatóságok. Ugye ez egy örök macska egér harcnak tűnik, mert én azt gondolnám, hogy most, ha a Telegram elkezd moderálni, már pedig ugye elkezd, ezt bejelentették szeptember elején, hogy lehet már posztokat jelenteni, akkor majd találnak más platformon maguknak ezek a kiberpűnözők, de jól látom ezt, Józsi, hogy ez tényleg csak egy, egy, ilyen technikai kérdés, hogy akkor most, ha nem Telegram, akkor majd mennek a nem tudom hova vagy nem tudom, naho. Van -e egyáltalán más platform. Vagy lesz. Vagy lesz, -e? igen. Van, van is. <laughs> az a helyzet, hogy ezt, ezt nagyon jól látod, meg nagyon jól fogalmazta, hogy maga a Telegrama az kezdetben tűnt annak, hogy majd egy ilyen következő titkosított csevegő lesz, ami, ami leváltja ugye, a, a, esetleg a, a Facebook Messenger-t vagy a, a WhatsApp-ot, de a gyakorlat inkább azt mutatja, hogy valóban inkább ilyen tematikus szobák köré szerveződő csoportok ö, használják leginkább ezeket, tehát én nem nagyon hallok a környezetben, környezetemben senkitől olyat, hogy hát ő így, így az ismerősökkel való kapcsolattartással telegramot használ, tehát mondjuk inkább a szignált használják erre, az ilyen csoportos csevegésekre, ami nem feltétlenül egy adott ismerősi körhöz tartozik, hanem inkább valamilyen tematikus szobára korlátozódik, ahol ismeretlen emberek, egy egymást nem ismerő emberek beszélgetnek, meg osztanak meg tartalmat, inkább ebbe az irányba mozdult el ez a platform. És arra kérdésre, hogy, hogy mi lesz ez az egész moderációs dolog a Telegram esetében, valóban arról van szó, hogy van lehetőség az adott felhasználó számára kártékony vagy káros vagy, vagy jogosulatlan tartalmaknak a, a jelentésére, de hogyha belegondolunk abba, hogy egyrészt a, a Facebook, ahol hány ember foglalkozik ennek a moderálásával, sem tud mit kezdeni ezzel az egész témával, mert láthatjuk, hogyha nyilvánvaló csalásokat, nyilvánvalóan olyan tartalmakat, amikről leré már ránézésre is, hogy problémás bejelentünk, akkor szinte biztos vagyok benne, hogy egy vagy két napon belül visszajön majd a rendszerüzenet, hogy köszönjük, nem találtunk semmi problémát a, jelentésedben, nem foglalkozunk. Nagyon sok ilyen tartalmat, tehát banki csalásokat, az álhíreket az utóbbi időben már nem is jelentem, mert egyszerűen felesleges, annyira hamar visszajelznek, hogy nem találtak ezzel ebben kivetni valót, hogy, hogy látszik az, hogy egy, hogyha egy ilyen sok ezer milliárdos cég sem tudja ezt a problémát kezelni, akkor mi van egy olyan platformmal, ahol tudomásom szerint egy maréknyi ember dolgozik csak, és a, a fél világ a szemetét odahordja kb. Tehát nem lesz rá erőforrás, kapacitás, kompetencia, semmi nem lesz hozzá, hogy ezt a lépést megték, Ez egy ilyen kirakodba kirakott dolog, hogy hát van rá lehetőség, és próbálkozunk, de amúgy nem várható az, hogy pont egy terrorista csoport a, saját kommunikációjában majd jelengeti a, saját tartalmát, hogy na, moderátorok, gyertek, nézzétek meg, és, és ezt írtsátok ki hanem, hanem ez, a, ez, ez így benne marad. Lesz néhány eset, amikor működni fog, de amúgy összességében szerintem nem fog. Na de azért mégis csak egy figyelmeztető jel ez esetleg egy bűnözői csoport, vagy egy, ahogy te mondtad, egy terrorista csoport számára, hogy tehát akik nem akarják, hogy semmilyen szinten, hogy a reflektorfény rájuk vetőjön, hogy na ez, 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 azért most innentől kezdve más, máshogy fog zajlani, és persze nem biztos, hogy annyira lehet következmények nélkül bármit ráönteni erre a platformra. Mert oké, okay, mondtad a Facebookos példán, de ezt én annyira Annyi, abban a szempontban nem érzem analógiának teljesen, hogy ugye az egy dolog, hogy álhíreket posztolgat ki valaki Facebookra, meg csalásokat posztolgat ki valaki Facebookra, meg megint másik dolog az, hogy mondjuk egy terror cselekményt leszervez, mert most azt gondolom, hogy el is a Telegramon keresztül szervezték annyira, azt gondolnám, de, de, hogy, de hogy azért a kettő egészen más kategória ilyen szempontból. Tehát, hogy, Természetesen más kategória, én is úgy gondolom, persze, de, de hogyha a kapacitásokat nézzük, akkor akkor nyilvánvalóan a Telegram sem gondolta komolyan, hogy ezt ez meg fogja lépni rendesen. Tehát így, egy, egyértelműen azt, hogy nem fog a gyakorlatban ez működni. A terörista csoportok, meg, meg a különböző ilyen szélsőséges csoportok, meg bármilyen más olyan problémás csoport, amikről hallunk, pedig úgy gondolom, hogy nyilván majd kockázatarányosan fog ez az egész kérdéshez viszonyulni. Lesznek, akik azt mondják, hogy tesznek az egész a magasról, már mint hogy moderáció lesz, ők akkor is benyomják, aztán majd, hogyha, hogyha valaki le akarja szedni, akkor majd leszedik. nem feltétlenül az információnak a szenzitivitására fognak fókuszálni, ahogyan eddig sem, hanem arra, hogy a saját személyük maradjon titokban. És akkor ez kapásból felvet ugye azt a kérdést, hogy azzal, hogy ez az által említett moderáció, gyakorlatilag zéró hatékonyságú moderáció megjelenik ezen a platformon, ezzel most Durov hátra és, és mondhatja azt, hogy ó, én mindent megtettem, köszönöm szépen, tessék megnézni, be is jelentettük, itt vannak a moderációs lehetőségek, innentől kezdve nekem nincsen, vagy a telegramnak nincsen felelőssége, hiszen ugye hát senki nem győzi kapacitással, ezt senki nem tudja, lám még ugye Zuckerbergétnek is beletört a bicskájuk, tehát hogy ez, ez innentől kezdve mennyire egy ilyen morális etikai kérdés, vagy mennyire, mennyire valós technológiai vagy technikai kérdés, vagy, vagy, vagy tehát, hogy érted, érted, a kérdést, tehát, hogy, hogy igazából igazából adja magát, hogy meddig terjed ki innentől kezdve egy platformnak a felelőssége, tehát innentől ugyanúgy felelősségre vonható-e, vagy vagy, 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 vagy most már akkor így mondhatja azt, hogy én megtettem mindent, és bocs, hagyjatok engem békén. Szerintem ezt majd a gyakorlat fogja bemutatni, hogy végül is a, a, különböző hatóságok, meg, meg mindenféle szervezetek ezt, ezt hogyan fogják értékelni ezt a törekvést. Látjuk azt is, hogy a Facebook is próbálkozik folyamatosan, és, és önti bele az erőforrást. Látjuk, hogy, hogy igyekeznek, csak, csak hát nagyon nem sikerül. Ennek ellenére mégis Zuckerberget elég sokszor látjuk ö, ö, asztaloknál <laughs> nyilatkozni mindenféle ö, ö, bíráknak, meg esküdteknek, meg stb. Ö, de de az, hogy hogy a, mondjuk a Telegram esetében ennek mi lesz a következménye, ö, én egyelőre úgy gondolom, hogy várjuk meg azt, hogy, hogy végül mit is valósítanak meg ebből, hogy mennyire fog működni. Ö, egy nagyon jó példa szerintem a tumblr erre, amit... Ö, Szerintem mindenki ismert, tehát egy ilyen ilyen részben képmegosztó, meg részben ilyen mindenféle mikroblogszerű, meg ilyen blogszerű szolgáltatás nyújtó platform volt még fénykorában, A jelenleg is működik. Ö, nagy ö, zuhanásba akkor kezdett, amikor elkezdtem mondjuk az Apple, tudtam már teljesen kitiltani az App Store-ból, arra hivatkozva, hogy ö, ö, mesztán tartalmak vannak rajta, és nem moderálják megfelelően. Ö, és amikor a, a Tumblr bejelentett, hogy oké, okay, akkor kezdve hatalmas erőforrásokat fog belefektetni, arra fektetni, hogy, hogy, ezek a tartalmak eltűnjenek a platformról, akkor a, a, az Apple visszaengedte az App Store-ba, és továbbra is azóta is mit elérhető ez, a, ez, az alkalmazás, megnézhetjük, nem sikerül a moderálás, mert tele van ilyennel, e, és, és, nem tudom azt, hogy majd a, Telegramnak a, Telegram publikum felé kommunikált törekvését, azt majd a publikum meg az illetékesek hogyan fogják majd értékelni. De szerintem egy fél év, egy éven belül kiderül, hogy, hogy amúgy ez, ezzel mi történik. Egyáltalán lesz egyáltalán ennek a kérdésnek létjogosultsága, mert lehet, hogy eddig megjelenik egy n plusz egyedik platform, ahol ez a probléma továbbra is fennáll, és átköltöznek arra, azok az egyének felhasználók tartalmak, amikkel most jelenleg probléma van a Telegramban. Azért tegyük hozzá, én legalábbis azt gondolom, hogy a Telegram sztorinak van ugye egy olyan geopolitikai betülete is, hogy az ukrán-orosz konfliktusban mindkét hadviselő aktívan használja, ha jól tudom, kommunikációra és csapatok közti kommunikációra ezt a platformot, és innentől kezdve ugye ez már egy háborús helyzetben használt kommunikációs csatorna, tehát megint csak ugye máshogy kezeljük, mint egy Facebookot, vagy egy akár egy Whatsappot, vagy bármit. tehát hogy, hogy talán ez is benne lehet ebben az egészben, még pluszban. Én, én nem kétlem, hogy amúgy egy, egy messengert t is, whatsappot is, meg az összes többi platformot is használják ezekre, csak ott nem annyira látványos. Tehát nem, nem, nincsen kint egy mindenki szem előtt egy meg a kereső által azonnal kidobott olyan csatorna, hogy, hogy Rásan erdő vagy, vagy ilyesmi, miközben a Telegramon elég rákeresni ezekre a kulcskifejezésekre, és ömlik ki a rengeteg olyan csatorna, ami kifejezetten a háborúval, háborús műveletekkel foglalkozik de de az, hogy, hogy, a, hogy mennyire van köze ö, ennek az egész, nem is a szituációnak ahhoz, hogy a Telegram ennyire alapplatformak számít ebben a kérdésben, ö, azt nem tudom, mert ö, láthatjuk, hogy hogy tényleg nagyon vegyes a, az, a, az a tartalmi kör, amit a, a, a megtalálhatunk a Telegramon. Ö, lehet, hogy valakinek bántott a csőrét, hogy nem kifejezetten az ő ma már hajtják a vizet, vagy nem tudom. Most mennyire lehet megoldás az, hogy a, gyakorlatilag az AI-t, vagy mesterséges intelligenciát használjanak moderációra? Ugye említetted, hogy a Telegram az egy kis csapat, látszólag a ChatGPT elég jól működik, mennyire működhetne akár egy ilyen moderátorként a mesterséges intelligencia? Én úgy tudom, hogy a Facebooknál is nagyon használják ezt, és valószínűleg amiatt van úgy paraméterezve ez az egész szűrés, hogy, hogy ne legyen bicskanyitogató, bár azt hozzá kell tenni, hogy látjuk azt, hogy sokszor meg olyan tartalmak kerülnek így zárulásra, blokkolásra, figyelmeztetésre, ennek meg semmi köze semmi az ilyen, ilyen tiltandó dologhoz, hogy ők ezt hogyan tudnák úgy bevetni, hogy végül ne okozza magának a platformnak az elnéptelenedését, azt nem tudom valószínűleg lesznek rá kísérletek, a nyilvánvaló dolgokat valószínűleg ki fogják szülni, tehát az ilyen pedofil tartalmakat, meg az ilyeneket, de, de valószínűleg lesz egy szint, ami, ami felé vagy alá már nem mennek, és és azt a szintet hagyni fogják és valószínűleg, hogyha, hogyha csak ezen a szinten ragad meg a moderáció, akkor meg a, a, a közösség meg ki fogja azt tapasztalni, hogy mi az, ami maradhat, meg mi az, ami nem, ellenben mégiscsak átadja át, át, azt az információt, amit át akarnak adni a közösségnek. Uh -huh. Említetted, hogy voltak ugye a Telegram előtt is, meg után is platformok, amik lehetővé tették ezt. Mi volt a Telegram előtt az a platform? Uh, és, és szerinted hova tudnak menni a userek, hogyha tényleg olyan szintű moderáció lesz, hogy a, a felhasználók, akik akár rosszra használják, ők akár tovább állhatnak? Szerintem a legközismertebb, meg, meg leginkább használt platform, tehát azt is figyelme kell venni, hogy jellemzően olyan platformokat szoktak ilyen célokra választani, ami ami közismert, könnyű használni, nagyobb tömegeket elér, hogyha úgy van. Tehát nem arról van szó, hogy zseninek kell lenni hozzá, hogy egyáltalán az információhoz hozzájusson a, a, a célközönség. De korábban a, a Twitter meg újabb nevén az XM volt az, hogy mondjuk kiberműveleteket kommunikáltak lefelé a, a követőknek, hogy éppen mit kell csinálni. Ott is voltak valós háborús műveleteknek a lekommunikálása a, az utóbbi időben még, még mindig ott tartunk, hogy a Telegram az a platform, ami népszerű erre, és, és teljesen zavartalanul és változatlanul használják ugyanúgy. Tehát annak ellenére, hogy bejelentették, a moderációval majd lesz ezt a, ezt a platformot, de az is látható, hogy azért vannak is éltek arra, hogy, hogy ilyen újabb platformok megjelenjenek, amik még inkább építenek arra, hogy, hogy a maga platform az, az valamilyen központi befolyásolástól mentes lehessen. Tehát mondjuk egy új, új, ilyen, vagy kettő új ilyen platform is van, ami mondjuk az utóbbi hetekben így a, a, a az asztalom képen került, az a session. Egy telegramoz meg szignálhoz nagyon hasonló üzenetküldő alkalmazás, ahol az elosztottságra is rámennek, tehát egyrészt decentralizált platform, másrészt Teljesen névtelen, tehát nem kell telefonszám hozzá, hanem mindenki kap egy ilyen nagyon hosszú azonosító kódot, meg egy, egy jelszót, és onnantól kezdve bármilyen eszközön bejelentkezhet ezzel tehát függetlenül attól, hogy milyen telefonszám, tehát nem telefonszám azonosítja felhasználókat, mint a többi platformon is, csak utólag kezdték ebbe vezetni mondjuk a felhasználói szintű azonosítást, vagy a telefonszámnak az elrejtését, hanem itt már kezdettől fogva megfelelő VPN beállításokkal elég jól el lehet bújni. A másik pedig a, a ZeroNet, ami pedig egy ilyen webes elosztott platform, de ott is van 0 chat és blog is, ami kifejezetten arra szolgálnak, hogy decentralizáltan és lehetőleg ném névtelenség mellett akár a torhálózaton keresztül lehessen kommunikálni a közösséggel. És kicsit bocsánat, hogy csak így aktuális hírekkel is rákapcsolódjunk. Ugye ezeknek a, a platformnak talán az őse, az egyik őse az, hogy a személyhívó rendszerek voltak a, a maguk idejében, amikhez egyébként most ugye visszatértek megint csak bizonyos csoportok. Ugye most ugye most volt hír, hogy a, a Hezbollaknál ugye lekapcsoltak, hogy felrobbantottak jó pár ezer ilyen ilyen személyhívót, vagy hát mondjuk úgy, hogy rejtés között felrobbantak maguktól, lehet, hogy így is ezeket is értemezni. És ugye beszéltünk a, a, a itt a, még az adás előtt arról, hogy pont a, a BlackBerry-nek a saját rendszere, a BlackBerry Messenger volt még az, ami pont ugye személyhívókból fejlődött ki ez a rendszer, hogy ezt kevesen tudják viszonylag, mert ez talán még a előző évezredben történt, ahol ugye először megjelentek ezek a, ezek a bűnözői csoportok, és nagyon sok a kormány küzdött a Blackberry-vel, ami egy kanadai cég volt, vagy hát még most is az, hogy, hogy adjanak hozzáférést a belső rendszerekhez, mert hogy, mert hogy a drogelosztástól kezdve, hanem tehát volt olyan ország, azt hiszem, a Szaúd-Arábia, ahol, ki is ahol le is lőtték az egész Blackberry messenger hálózatot, tehát hogy, hogy igen, tehát hogy, hogy már volt, ez, 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 egy, ez egy, gyakorlatilag egy évtizedek óta létező jelenség, hogy, hogy keresik ezeket a lehetőségeket a, a bűnözők meg az ilyen szervezett bűnözői csoportok. Ennek a megakadályozására a ugye az EU is foglalkozott sokat. Ott van ugye a chat control ként említett ugye törvénytervezet, ami ugye gyakorlatilag, hogyha jól értem, arról szólna, hogy valamilyen szinten az EU-ban korlátozzák a chaten belüli kommunikációt azzal, hogy implementálnak egy közösen elfogadott AI szoftvert, ami ezt, ezt szűri valamilyen szinten. Ugye nyilván itt a magánszféra és a, akár a pedofília elleni harc az mindig ugye felmerül, hogy akkor meddig mennyit engedjünk a magánszférából annak az oltárán, hogy mondjuk akár a pedofíliát kiszűrjük ezekről a platformokról. Neked mi a véleményed erről? Mennyire lehetne megvalósítani akár EU-s szinten egy ilyen, ilyen kezdeményezést? Nem egyszerű a kérdés, mert um, itt ez a side to szákt, titkosításról van szó, vagy, vagy end to van szó, függetlenül attól, vagy függően attól, milyen platformról van szó. Ö, nem könnyű ebbe úgy belenyúlni, hogy, hogy végül a, a magánszférának a védelme az ne sérüljön nagyon komolyan. Ö, én, én ezzel kapcsolatban most nem igazán tennék olyan, olyan nagyon magabiztos kijelentéseket, meg, meg határozott állásfoglalást, mert egyrészt nem tudom azt, hogy pontosan hogyan tervezik ezt, meg milyen hatékonyságban, meg milyen mélységben megvalósítani, mert gondoljuk csak bele, mi van akkor, hogyha mondjuk valaki a, a kisbabájáról fürdetős fotót oszt meg a családi beszélgetésben egy, 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 egy pár hónapos babáról. Az egyik esetben az AI jól fennakad, Hogyha, hogyha, innen nézzük. A másik esetben pedig egy humán ellenőrzésnél azt mondjuk, hogy hát igen, és baranyos családi fotó igazából, tehát semmi extra nincsen benne. De, de az, hogy ezt, ezt hogyan tudják elválasztani jól, meg az összes egyéb dolgot. Tehát azért az ember egymás között beszélget olyan dolgokat, amiket mondjuk nem kiabálna az utca közepén a belvárosban, hogy, hogy olyan tervezik ezt úgy megoldani, hogy, hogy ne sérüljön a magánszféra, de mégiscsak kiszűrése kerüljenek a valóban problémás tartalmak. Aminél én érzem azt, hogy azért valószínűleg szükség lenne, vagy szükség lesz humán ellenőrzésre is, annak kezdve pedig, hogyha a humán ellenőrzésre van szükség, akkor pedig rendkívül mértékben sérül a magánszféra védelme. Nem tudom, hogy hogyan tudják ezt úgy megoldani, hogy, hogy mindenki örüljön, és a káposzta is megmaradjon. Hát ugye alapból a, a manuális moderáció, az ugye, pont a Facebook példáját ugye említettük, ott ugye nagyon nehezen működött, nagyon sokat lehetett hallani arról, hogy például mennyire traumatizálják ugye ezeket a manuális um, szűrőként funkcionáló moderátorokat, azok a tartalmak, amiket... Volt egy, egy dokumentumfilm is erről, Én, cím, élek, a konkrétan. nem a címére. A címére nem viszont a, pont a Youtube-on egy ilyen rövidített változatát megtalálta, a Vice készített a The Horrors of Being Facebook moderator, és ott is pont egy, egy Facebook moderátor mesél arról, hogy amikor az állásinterjún említették neki, hogy néha lesznek olyan tartalmak, amik megpotránkozhatóak lehetnek, ahhoz képest gyakorlatilag a munkaidejében rengeteg olyan tartalmat kell látnia, ami ami traumatizáló lehet akár. Úgyhogy nyilván ez a manuális, moderációs módszer, ez, ez valószínűleg nem a jövő lesz, viszont ugye ez a chat controlként említett törvénytervezet is gyakorlatilag a magánszféra olyan szintű veszélyeztetését jelenti, ami meg ugye az AI-ban való hitünk az még nem annyira erős, hogy elhiggyük azt, hogy bármilyen kontextusban megállja a helyét. Viszont térjünk át szerintem a, a itt a moderáció kérdéssel kapcsolatban egy, egy aktuális történésre, ugye ez a Motherless ügyként kirobbant történet. Ez ugye arról szól, hogy több magyar lány képeit is feltöltik az oldalra, akár erőszakra buzdító üzenetekkel, akár, akár deepfake jellegű képekkel, és itt ugye nagyon nagy a tanástalanság, mert nem nagyon tudnak senkit felelősségre vonni, Ugye az oldal maga kijelentette, hogy ők nem felelősek a, a saját tartalmaikért, a moderációt is nagyon lassú és nagyon nehézkes, és kérdés az, hogy, hogy hogyan lehetne megfogni ezeknek az oldalaknak az üzemeltetőit, és mit lehet tenni így a problémás felhasználókkal. Ö, jelenleg nem tudom azt, hogy, hogy a, a hol tart nyomozás, mennyire vannak köze az üzemeltetők közt, tehát azért ott lennie kell egy, egy megismerhető meg bárki számára felkereshető valamilyen hosting cégnek, és ha jól emlékszem, akkor talán az impresszumokban találtam is ilyenre utaló információkat. Nekik azért valamilyen szinten információkkal kellene rendelkezni magáról a platformról, arról nem is beszélve, hogy a, a Mother lesz üzleti tevékenységet is folytat, tehát van prémium fizetési lehetőség, olyan mi és mi is náluk. Tehát túl sok módon kapcsolódnak a való világhoz a kibertéren kívül. Tehát úgy gondolom, hogy itt csak időkérdés az, hogy, hogy mindenki utolérjenek. Nyilván a felhasználókat, akik mondjuk VPN-en toron keresztül töltöttek fel mindenféle szemetet, azokat megfogni irreálisnak gondolom mert, mert annyi erőforrást vesz igénybe, vagy, vagy ö, venne igénybe, hogy, vagy szerintem arra nincsen senkinek kapacitása, hogy egy egyenként a, a, sok ezer felhasználót ott végignyomozgassák olyan platformokon, meg olyan hálózati irányokból, ami elvezet valahova a világ végére, és ott meg nem találnak semmit. Ö, de a, az, hogy ez mennyire az ő felelősségük, mennyire, mennyire kell nekik ezt moderálni, ö, én Nyilván mondhatjuk azt, hogy az értékrend kérdése, meg, 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 meg helyzetértékelés kérdése, de én, én azon az állásponton van, vagyok, hogy de igen, kötelességük, főleg amiatt, mert ebből nekik pénzük van. Tehát ebből élnek, hogy, hogy minél több felhasználót gyűjtsenek, minél több, minél több olyan felhasználót, aki erre a fajta szemétre kíváncsi. Tehát innentől kezdve nekik is van azért ö, ö, felelősségük abban, meg amúgy is lenne szerintem, de így meg főleg, hogy ebből ők profitálnak egyértelműen. Másrészt pedig a felhasználóknak is van egy felelőssége ebbe, tehát nem már oké, okay, hogy az internetet ö, ö, annak idején úgy hirdették ki, hogy, hogy ez, ez mindenki számára egy teljesen szabad platform, ahol szól a szabadságban van, minden, de azért úgy gondolom, hogy azért van egy, egy büntető jogi felelősség, meg egy határ, amit, amit hogyha átlépünk, akkor onnantól kezdve nem kell csodálkozni, hogyha a hatóság kopogtat, hogy, hogy ez már azért bőven kiterjed a, a valódi világban, vagy bő, bőven van hatása a valódi világra is. Tehát nem csak arról van szó, hogy, hogy valakinek valami hülyeséget oda kommentel, hanem, hanem itt azért már sokkal súlyosabb dolgokról van szó, szóval, aminek valós fizikai következményei is vannak. És nagyon érdekes egyébként a Mandelősszel visszatérve, hogy ugye olvastam elős cikkeket, hogy a az volt a rendőrségnek a tanácsa a legtöbb ilyen károsult számára, hogy akkor ezt így engedjék el, mert úgyse fognak tudni ezek semmit csak kezdeni. Persze tegyenek feljelentést, de hogy így senkit senki nem fog a felelősségre vonni az ügyben. És hogy egy pont egy haverom mesélte nemrég, nem Motherless lesz a story, de hogy ilyen, ilyen klasszikus internet a tehát ilyen, ilyen messengeren keresztül kezdtek el valami csajt zaklatni, és hogy vannak már, nem tudom, József, te hallottál ilyenről, hogy, hogy vannak már olyan összerveződő Facebook csoportok is Magyarországon, ami kifejezetten arra jöttek létre, hogy az internetes zaklatókat felderítsék, tehát hogy így összeállnak ilyen olyan Ilyen, ilyen, olyan nők, akiket zaklatta, mondjuk, és akkor így a saját kis tapasztalataikat, meg nem tudom, miket összedobják, és hogy a pázidból összeteszik, meg leprofilozzák nagyon-nagyon profin, -nagyon hogy akkor ki volt az, az illető. És hogy nem egyszer volt már az, hogy gyakorlatilag meg, meg, megfogták, vagy hát nem megfogták, de, de, de a kilétét felderítették. És nem persze ez ugye az önbíráskolás mesdjéje, mert, mert most azon kívül, hogy kiderítették, hogy ki ő, most sok mindent nem tehetnek, tehát nem mentek oda felpufozni, meg megverni, meg megveretni meg nem tudom, de hogy, de hogy és én nem is arra burzítok senkit sem, hogy ilyen csoportokon keresztül bárkit próbáljunk utolérni és remasot venni, de hogy, hogy van ilyen jelenséget. terül hallottál? Mert, mert ez, ez egy tök valid és létező dolgálítólag. Igen, hallottam. Ö, én úgy gondolom, hogy ameddig a, az ilyen csoportoknak a tagjai ö, nem lépik át a, a törvényi kereteket, hanem egy, egyszerűen csak ismeretet, tudást megosztanak egymással, ami alapján meg mondjuk kirajzolódik valami. Ö, én, én... Nyilván én sem, tehát én sem buzdítok senkit arra, hogy, hogy most elkezdjén tömbíráskodni, meg, meg önjelölt nyomozósít játszani, főleg úgy, hogyha már amúgy tart valamilyen hivatalos nyomozás, amit esetleg a, a saját puhatolózása elkezdett akadályozni, mert mondjuk gyanút fog a feltételezett elkövető, és onnantól kezdve óvatossá válik, meg töröl mindent, meg, meg, meg stb. De az biztos, hogy hogy a gyakorlatban ezek azért néha szoktak működni, és hogyha mondjuk a, a, az érintettek ö, tesznek egy egy csoportos célzott feljelentés, bejelentés, stb. egy ilyen személy ellen, ö, és mondjuk tételezzük fel, mégsem ő a valódi elkövető, hanem, hanem benézték, igazából akkor sem lesz semmilyen következménye az, az érintett számára, és hát a, a feltételezett gyanúsított számára, mert hogyha nem ő az elkövető, akkor nem, a, nem ő az elkövető maximum beszélgetnek vele egyet, de, de hogyha meg mégiscsak, akkor mégis mégiscsak közelebb kerültünk egy olyan dologhoz, amire amúgy, hogyha egyénenként nézzük az érintetteket elszigetelten, akkor valószínűleg nem lett volna a lehetőség. Másrésztől meg igen, a gyakorlatban ezek, ezek, valóban működnek. jól emlékszem, akkor nem pont Osvágy Zsolt volt az a, a néhány hónappal ezelőtt, akinek azt már nem tudom, hogy honnan indult a sztori, csak azt már végét láttam a videónak, amikor a, a rendőrök a Szélkában téren elkapják az elkövetőt, és valóban ő volt az elkövető, mert a táskájában találtak bizonyítékokat erre. Ö, ott is egy, egy ilyen ö, csalival ö, kapták el a, a, az illetőt, ö, de, de ahogyan ezt már korábban beszéltük, egyértelműen ö, ö, meg kell bizonyosodni arról, hogy, hogy valóban ő az elkövető, akiről már az egész csoport beszél, hogy, itt tömegesen valakit zaklatott, megkárosított, stb. És, és mindenképpen be kell tartani azokat a törvényi kereteket, amik, amik, amik be, bele, ez még belefér, és azon nem szabad menni, mert abból pedig komoly problémák lehetnek a, az érintettek számára is. Egyébként a törvényes eljárásban, akár mondjuk itt a Madar lesz ügy esetében, Ugye az kiderült, hogy maga a domain az, hogyha jól tudom, Csehszlovákiában, vagy valamilyen EU-s országban van bejegyezve, viszont a, a szervereket megtalálni, vagy, vagy azt lekapcsolni, az miért nem egy kézenfekvő megoldás? Vagy mennyire egyszerű akár egy ilyen jellegű oldalnak megtalálni azt, hogy honnan van üzemeltetve, és esetleg a hatóságok által lekapcsolni? Ezt szerintem annyira ez nincsen eldugva. Tehát e, a maga motherless.com, nem tudom pontosan, hogy, hogy a, a nulladik pillanatban, amikor elindult, milyen célral indult el, ö, első ránézésre egy, egy ö, ilyen B-kategóriás vagy Z-kategóriás pornó oldalnak tűnik, amikor az elkezd, elkezd az ember belekattintani, akkor látja, hogy itt azért több a szemét, mint egy átlagos pornó oldalon de amiatt, mert ők gazdasági tevékenységet folytatnak, meg, meg simán lehet, hogy nem is így indult, tehát nem ez volt a cél, hogy egy ilyen internetpecegedre szerű dolgot alakítsanak ki, valószínűleg nem is volt cél az, hogy önül elbújjanak. Tehát szerintem ö, a hatóságok pontosan tudják azt, hogy a, a, a webcím kinek a kezében van, vagy, vagy, vagy hivatalosan, tehát nyilván, hogyha valamilyen állatokkal lett regisztrálva, akkor ez, ez probléma lehet, de, de ö, a szerverek azok ott vannak fizikailag, tehát hogyha mondjuk valamilyen Cloudflare-es előtét van előtte, akkor a cloudflare kell menni és megkérdezni, hogy amúgy hon, hova szolgálják ki ezeket az információkat, meg honnan kapják az információkat az ők ö, kiszolgálóik. Tehát ö, azért nem lehetetlen ezeket így, ami, ami ennyire ki van rakva a kirakatba felderíteni. Valószínűleg idő, meg sok nyomozás kérdése, de, de a, a Madera szerintem még nagyon az elén jár az ügy tiltásnál, meg ugye gondolom egyszerű DNS tiltás a, a, azt mondja, hogy ha elrendel egy hatóság, hogy akkor egy oldalt akkor elérhetetlenné kell tenni, akkor megkeresnek minden internet szolgáltatót az országba, és előírják nekik, hogy akkor innentől kezdve ezt a domént az blokkolni kell, és kész. Hát jó, de onnantól kezdve egy sima VPN-nel ez kiátszható. Hát non? jó, de az már ugye... A tömeges számára kevés. Igen, hát ez működően. már nem egy, nem egy opció. E, Erre Magyarországon van gyakorlat ö, a, az STFH, szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága, Ö, például folyamatosan frissíti azt a listát, ahol, ahol olyan ö, webcímek vannak felsorolva, azoknak a, az altergójával együtt, amiket ö, Magyarországon jó lenne, hogyha nem érnének el a felhasználók, ugyanis mondjuk valamilyen jogszabályi ö, dologba ütközik a tartalom vagy a tevékenység, amit, amit végeznek. Úgyhogy ez egy ilyen részmegoldás, félmegoldás lehet, ö, de. de mert hogy belgondolunk abban, hogy valószínűleg azért az ilyen oldalnak a felhasználóinak egy, egy bő része azért nem a technikai zseni, hogy most mindenféle VPN telepítse meg azon keresztül használja, azért ez korlátozhatja a feltöltéseket, meg, meg csökkenteti annak a valószínűségét vagy lehetőségét, hogy ez az egész visszajusson az adott érintett áldozatnak a, az ismerősi körébe. Tehát azért ez sem mindegy, hogy, hogy most a félfalú erről beszél, vagy amúgy Magyarországon a halandók számára meg sem a És jól rémlik, vagy ha jól gondolom, akkor ezek a tiltások, ezek nem is feltétlenül konkrét bűn ügyekhez, vagy bűncselekményt elkötő oldalakhoz kapcsolódnak, hanem például tipikusan ilyen szerencsejáték jellegű. Például igen. Tehát, igen, így... igen, tehát ezért mondtam, hogy jogszabályi kereteken túl van, vagy valami olyasmi tevékenységet folytatnak, ami a magyar törvények, vagy, vagy ö, ö, engedélyek értelmében nem, nem, nem mehet. A, a Maternissz ugye az viszonylag egy új dolog itt Magyarországon, vagy, vagy mostanában robbant ki, viszont ott van egy, egy, egy nagyon régi példa a, a napiszar.com, nem tudom, hogy az mennyire ismerős az adatok számára, de hogy az tipikusan az a, a ilyen pöcegödör jellegű... Azt megnéznéd most nekem, hogy betöltem? Mert Ö... egy, 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 az utóbbi időben már letiltották, de pont múltkor volt egy egy előadásom, amiben nem lítettem ezt az oldalt. Ó, és... most pont nem. Nemzeti Adatvédelmi és információ Akkor megint letiltották, mert ott kaptam az információt, hogy megint engedélyezték, és nem keverendő a húval, hanem a, a ugye a kom az, amit letiltottak. A, a hú egy, a olyan időszakban indult, amikor pont, pont valami probléma volt a, pont és ők csináltak egy ilyen vicc ebből a, ebből a névből, de az eredeti pont komos, az, az már húzamosabb ideje már le van tiltva az országban. VPN-ről talán még elérhető, de, de abban sem vagyok biztos, hogy, hogy ezt nem valami mélyebb irányból kezdték el támadni. De igen, tehát azért erre vannak törekvések. De az, hogy, hogy mi a platform, az szerintem a, ez az ilyen jellegű tartalmaknak a fogyasztói hamar lekövetik, hogy éppen hova lett a költözés. Tehát amit most említettem, hogy milyen előadásom volt, az pont arról szólt, hogy a Telegramon jelenleg hát legalább 5 vagy 10 olyan magyar csatorna vagy csoport van, ahol összesen ilyen 15-20 ezer felhasználó vesz részt, és magyar lányokról és nőkről tesznek közzé tömegesen, tehát nagyon nagy tömegével intim, meg, meg, kémfotókat, és az utóbbi időben elindult az AI alapú fotóknak a megosztása is, mert, mert amiatt, mert az interneten látunk olyat, hogy valaki mondjuk megoszt egy nyaralásos bikinis fotót, erről az a, legújabb AI alapú levetköztető platformok ingyen csinálnak olyan, olyan változatot, amiről senki nem mondja meg, hogy nem eredeti, nagyon pontos képeket, meg nagyon tehát nagy, nagyon plastikus és nagyon eredetének tűnő képeket tudnak már generálni nulla forintból azonnal a pillanatok alatt. Akár a napi szarapán, akár a motherless esetében felmerül a kérdés, hogy ugye az internetnek van egy nagy nem látható része, ez ugye a Deep Web, Dark Web, nem is tudom, hogy mi a különbség a Deep Web és a Dark Web között, de hogy ugye vannak ilyen jellegű dolgok, ami gyakorlatilag egy torböngésző telepítésével elérhetőek, mennyire népszerűek ezek mostanában? A, a deep, web, deep web és a Darkweb között az a különbség, hogy a Deepweb az nem feltétlenül valamilyen bűnözői vagy illegális tartalmakat tartalmazó platform, igazából deep web lehet egy bármilyen privát fórum, egy. egy egy tanulmányi csoport, vagy stb., ahol nem lehet csak ugye az átlag számára egyszerűen bejutni, vagy valamilyen technikai akadálya van, vagy valamilyen azonosítási akadálya van. A Dark web meg ott már az illegális tartalmak mennek elég erősen, és ott már lehet valamilyen azonosítási akadály annak, hogy hozzáférem majd valamilyen technikai akadálya, mondjuk egy torböngésző telepítésnek, ami mondjuk már telefonra sem annyira nagy veszélyes, de a legtöbb ember számára nem jut el az az információ, hogy, hogy, egyrészt ezt kellene használni ahhoz, hogy ilyen tartalmakat fogyasszon, meg hogyha meg is van maga a platform, nem tudja, hogy hova induljon, hogyan keresse, mit csináljon, hogy eljusson olyan, olyan oldalakhoz, fórumokhoz, webshopokhoz, ahol ilyen problémás tartalmak vannak. Emiatt lett az utóbbi időben a, Telegram egy nagyon népszerű platform ennek az egész dárkeves dolognak, mert, mert az már benne annak köztudatban a csapból is az folyik, a, 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 a hírekben látható, ö, meg, megolvasható, hogy a telegramon ez, ez, ez és ez történt, hogyha látják azt, hogy pontosan ugyanannyi időt vesz igénybe a telepítésre, mint egy Instagramnak, vagy egy Szignálnak, vagy egy Messengernek, akkor bizony feltelepítik, és ha már ott van, akkor rákeres arra a tartalomra, és hát ahogy a példa is igazolja, meg is találják azokat a tartalmakat, amik korábban mélyen a dark volt voltak elásva olyan, olyan oldalakon, olyan fórumokon, amit, amit a, a köznép nem igazán ért el. tudott volna érni, nem arról van szó, de, de nem akart, nem, is, nem, nem, nem volt abban az információnak, hogy annak az információnak a birtokában, annak az egyszerű információnak birtokában, hogy hogyan érheti el ezeket a platformokat. Most ez a Telegramon fut inkább, és, és úgy látszik, hogy az emberek használják is, mert egyszerű. Uh -huh. A Telegram megszűnésével egyébként elképzelhetőnek látod, hogy népszerűbb lesz a, a Dark Web. Tehát, hogy gyakorlatilag vissza, nem is tudom, hogy egyáltalán csökkente a user száma a Dark Web tekintetében, de hogy akár az egész platformon, akik olyan jellegű tartalmat osztanak meg, ők áttérnek oda. Nemrég benne biztos, hogy csökkent a, a, a népszerűség vagy felhasználó bázisa a Dark Web kategóriába sorolható platformoknak amiatt, mert én élek a gyanúperre, hogy ez a, a kiemelkedő, de még szintén illegális kategóriába sorolható tartalom csoport, típus, stb. nem tudom, hogy minek nevezzem, ugye felszivárgott a felszínre a köznéphez, tehát inkább azt mondanám, hogy a, Telegramnak és a, a az összfelhasználói bázisa rohamosan nő, amiatt, mert a Telegram közelebb hozza az átlagembert az ilyen itt típusú tartalmakhoz. Mennyire biztonságos jelenleg a Dark Web? Tehát, hogy mennyire visszafejthető a hatóság számára, ugye ez nem egy mai technológiáról van szó. Hallottam olyat is, hogyha elég nódot üzemeltet a hatóság, akkor számukra akár egyszerűbb lehet. Mennyire biztonságos jelenleg a Dark Web? Ez, ez, mindig benne volt a pakliban, hogy, hogy olyan, meg, meg, bizonyíték is volt, hogy olyan nódok vannak a, mondjuk a torhálózatnak a, 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 a láncaiban, ami, ami valami hatósági felügyelet alatt van. Itt biztonságról vagy anonimitásról beszélni szerintem egyértelműen nem lehet, mert, mert hogyha nem magát a platformot kezdik el megtörni, akkor a hatóságok egyszerűen beépülnek ezekből a csoportokba, és úgy sem, mintha ők is a, a tagok lennének, ők is valamilyen elkövetők lennének, és csapják az elkövetőket. Tehát e, itt ebben mindig megvolt a, a különböző elkövetők felé, meg bűnözők felé annak a rizikója, hogy hogy az ő kilétük valamilyen módon kiderül. Az ilyen dolgoknak a visszafejtésére, vagy akárcsak a, a Telegram esetében bizonyos csoportoknak a visszafejtésére, ugye? országok közötti együttműködés szükséges. Ugye voltak kiberbűnözői csoportok, akik ugye nagyon híresek voltak az elmúlt időszakban, ez a Lapsus, mostanában inkább az Intel Broker, akiknél szintén az volt, hogy az országoknak együttműködve kellett dolgozni ahhoz, hogy visszafejtsék ezeket a dolgokat. Mennyire látod azt, hogy működik az országok között egy ilyen nemzetközi együttműködés során a közös munka? Nyilván a legbelsőbb információkkal én sem rendelkezem, de ami a publikum felé így kikommunikálódik, akár valamilyen bejelentés során, hogy éppen kit füleltek le, azokból számomra az az egyértelmű kép rajzolódik ki, hogy igen, ez nagyon működik. Tehát a hatóságok nagyon hatékonyan együttműködnek egymással, nagyon jó az információ megosztás. Már csak azért is, mert ők azért találkoznak, tehát kollégák a, a, a különböző országokban ezek, a, ezek az illetékes felderítő csoportok, és látható, hogy, hogy hogyha kellően nagy a a, a büntény, és kellően nagy a csoport, akkor az előbb-utóbb azért valahol valaki bukni fog, és onnantól kezdve pedig, mint a dominó, menni fog végig az egész hálózaton. Gondolom azért itt is különbséget kell tenni a között, hogy van néhány tini, aki poénból feltöröget cégeket, és akár ezre több milliárd dolláros kert okoznak, meg ugye vannak mondjuk olyan hacker csoportok, amik mögött ugye állami aktorok állnak, ez mondjuk mondom egy, egy kínai hacker csoportot azért a még nemzetközi összefogással is nehezebb lefülelni, vagy akár lehet, hogy nem is érdekük lefülelni bizonyos országoknak. <síns> Igen, ezt ez, ez, ez jól megfogalmazta. Tehát azért vannak, vannak mindig olyan esetek, amiket, amiket speciálisan kezelnek, vagy kell kezelni, mert főleg, hogyha mondjuk valamilyen szövetséges országról van szó, vagy, vagy ilyesmi, függ nyilván attól is mondjuk, hogy mondtad, hogy tinik mondjuk megtörögetnek cégeket, Hogy sem mindegy történt, hogy mekkora kár. Mit okoznak, mit kockáztatnak. Tehát nem mindegy, hogy egy, egy ezerfős anonimus csoport mondjuk túlterhel egy, egy, egy orosz vízművet, vagy, vagy egy, egy nem tudom, szlovák tini csapat négy fővel, mondjuk úgy megkárosítanak, ha egy, egy, egy mondjuk francia kórházat, ott életeket kockáztatnak. Tehát nyilván mindennek van egy súlya, meg, meg egy... egy egy példastatuálási értéke, tehát itt uh, nyilván minden esetet külön kell értékelni, nyilván látják azt a, a hatóságok is, hogy az éppen aktuális uh, esetről mennyi információval rendelkeznek, mennyire tudnak tovább menni, nyilván ahol, uh, ahol hirtelen bontódik kifelé egy, egy, uh, egy, egy csoport vagy valamilyen tevékenység ott, ott arra jobban ráfeküdnek, hogy hamarabb ö, lefüleljék, még mielőtt eltűnnek az információk, meg mindenki, ö, vagy mindenkit szélnek keresztenek. Tehát nem lehet egyértelműen meg, 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 ilyen kategorikusan kijelenteni, hogy ezek a, ezek a felderítési, meg, meg lefülelési folyamatok hogyan működnek, de, visszatérve én, úgy gondolom, hogy, hogy, ahhoz képest, hogy mekkora baj van a világban meg az interneten, ahhoz képest számomra néha meglepően jó eredményeket érnek el a hatóságok. Uh -huh. Zárásként szerintem beszéljünk arról, hogy hogy látod a, a jövőjét akár a, uh -huh. az adás közben említett madár lesz ügynek, tehát hogy szerinted hol fog kifutni ennek a történetnek a vége, lesz-e lekapcsolás, vagy lesz-e akár csak oldal lehetetlenítés. De ne repkedjen magángéppel a Madel lesznek a tudatmosa, mert valamelyik a... reptére letartóztatják hirtelen induló volt. Én, én, reménykedek abban, hogy a, 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 nyomás hatására azért kicsit jobban irányba állítják ezt, a, ezt az oldalt, legalábbis törekedni fognak rá. Tehát, hogyha abból kiindulunk, hogy, hogy mondjuk egy Pornhub is megjárta azt, hogy felhasználók történtek fel tartalmat, és utána pedig ö, kötelező lettek arra, hogy, ö, hogy erős moderátori ö, tevékenység legyen a, 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 a feltöltött tartalmaknak az elbírálásában, hogy, hogy mik kerülhetnek ki, és én az utóbbi nem tudom hány évben nem hallottam igazából arra ö, valamilyen hangosabb példát, hogy, hogy ezt ne csinálnák jól, ö, én úgy gondolom, hogy azért a Madeleines-nél sem lehetetlen azt megoldani, főleg mondom így a nyomás hatására, hogy, hogy ezt, 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 gatyába rázzák és, és működjön. Most valószínűleg megkapták azt a reklámot, amit akartak. Innentől kezdve már, már lehet, hogy, hogy szerencsésebb lenne nekik nem kockáztatni, hanem, hanem letisztítani a platformot. Már, már ha lehet egy pornó oldal esetében Re, reméjük hallgatják az üzemeltetők a HVSV -vík. Jó tanácsot. Kap, kaptak ingyen tanácsot Makai Józsitól. Na. József, köszönjük szépen, hogy eljöttél, és, é, és köszönöm, hogy itt erről a témáról. Az említett háttéranyagokat a HVSV Discord szerverén osztjuk majd meg. Jövő héten crafti adással érkezünk, két hét múlva pedig ismét weekly Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, és sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!